Készül az ebéd ebben az egyik tolnai étteremben. Jelenleg naponta 300 adagra van megrendelés, de a kapacitás elbírná ennek a többszörösét is. A vendéglátásban érintettek, legyen a szálloda vagy étterem, ugyanazzal a gonddal küzdenek jelen pillanatban, mondja az étteremvezető. Mindenki, azt gondolom, akivel én beszéltem és tárgyaltam, mindenki ugyanazzal a problémával küzd. Jelen pillanatban az embereknek a megtartásával, ami egy nagyon nagy gond, hogy fizetést fizetni kell, bevétel nincsen, a rezsiköltséget azon annyi, és sajnos nem tudunk mit tenni, muszáj valami megoldást keresni. Az nem megoldás, hogy munkanélkülire küldjük az embereket, mert jövő héten nem biztos, hogy már visszajönnek, amikor vége a vírusnak. Hámori Róbert azt mondja, a kiszállításokkal egyelőre tudnak működni. Nekik az a szerencséjük, hogy már korábban foglalkoztak ételkiszállítással, ezért a szigorú élelmiszerhigiéniai előírásoknak megfelelő eszközöket már évekkel ezelőtt megvették. Hogy aki berendezkedett meleg étkeztetésre és figyelt arra, hogy mindig fejlődjön, és a konyhái olyan szinten legyenek, hogy most jelen pillanatban nincsen belőle probléma, azoknak nem lesz gondja. Nem csak ez az étterem állt át az ételkiszállításra. Aki csak tehette, ezt meglépte. Bár nem minden étteremnek ment könnyen a kiszállítás feltételeinek megteremtése. Az egyik gyors étterem lánc is elvitelre ad csak ki ételt, de házhoz is szállítatja a megrendelt ebédet vagy vacsorát. Ez nekik is új helyzet. Héja János, az 5 gyors étterem vezetéséért felelős vezető azt mondja, nem volt könnyű felkészíteni a futárokat sem erre a munkára. A cégnél annak érdekében, hogy a sült burgonya vagy éppen a hamburger friss és finom maradjon, követelmény annak 8-10 percen belül történő kiszállítása a megrendelőhöz. Ez azonban azzal jár együtt, hogy a város bizonyos részeiről beérkező rendeléseket tudják csak teljesíteni. Héja János azt mondja, számukra jelenleg a hullámszerűen beérkező kereslet okozza a legfőbb problémát. A házhoz szállítást intéző központtól kapják meg a rendeléseket. Túlterheltek a futárok, és sokszor előfordul az, hogy akár másfél, egy órát is, akár egy óra hosszát is várni kell arra, hogy ki megérkezzen a megrendelt ételt. De ez nem a mi hibánk, hanem amikor mi hozzánk beérkezik, mi hozzánk akkor érkezik már csak be a rendelés, amikor a futár néhány percre van az étteremtől. Ennél a gyors étterem láncnál alkalmazott 70 munkavállaló közül 40 állandó dolgozó, közülük senkitől sem váltak meg.